az arany tojás tojótyúk. Katica nagyon szegény volt. Mivel azonban jó kislány volt, a varázslótól egy szép fehér tyúkot kapott ajándékba. Másnap Katica benézett a tyúkolba, hogy megtojt-e a tyúk. Lesz-e tojás reggelire? Igen ám, de az ajándékba kapott tyúk nem közönséges tojást, hanem aranytojást tojt. Szintiszta aranyból való tojást. Katica boldogan mutatta meg édesanyjának. Azután együtt siettek az ékszerészhez, hogy eladják a tojást. A pénzből Katicáik végre megvehették, amire szükségük volt. Ruhát, cipőt, meg mindent. Hanem most, hogy jobban megy a sora, Katica igen rátarti lett. Egyszer kizavart a házból egy kisfiút, pedig az semmi mást, csak egy karéj kenyeret kért. Egy napra rá, hogy ilyen csúnyán viselkedett Katica, mint minden reggel kiment a baromfi udvarba, hogy kivegye a tyúk alól az újabb aranytojást. De csak néhány összetört, közönséges tojást talált. Aranytojásnak se híre, se hamva. Kod-kod-kod-kodács! Kodácsolt a tyúkanyó. Mit kod-kodácsolsz itt hiába? Majd adok én neked, te haszontalan! Ripakodott rá Katica. Azzal fogta a söprűt, hogy ellássa a tyúkanyó baját. Az pedig rémülten iszkolt. Semmit sem értett az egészből. Másnap újból megjelent a varázsló, s így szólt a kislányhoz. Nem a tyúk az oka, hogy többé nem tojik aranytojást. Te viselkedtél rosszul, ezért megbüntetlek. Amíg meg nem javulsz, nem lesz a fészekben aranytojás. Katica belátta a hibáját, és elszégyelte magát. Megértette, hogy ha jól megy a sorunk, azokra is gondolnunk kell, akik nélkülöznek. Elment, hogy megkeresse a fiút, akinek nem adott kenyeret. Amikor megtalálta, meghívta ebédre. Ettől kezdve a csodatyúk megint aranytojásokat tojt. Katica pedig szétosztogatta a környékbeli szegény gyerekeknek. Itt a vége. Fuss el vélet!